Sziasztok, Tamás Krisztián vagyok. Gyertek és szurkoljatok nekünk élőbe az EB-n, és nézzétek az NSO TV-t. Senki ne piszlogjon. Oké, most. Mosolyogj egy kicsit. Mosolyogjatok. Frizuraigazításon és hivatalos fotózáson vett részt a hazai rendezésű U19-es labdarúgó Európa-bajnokságra készülő korosztályos válogatott. A srácok örülnek, hogy nagy figyelem veszi őket körül, amit igyekeznek majd meghálálni. Hát igazából ez az első ilyen alkalom, eddig csak sima fotókat csináltunk, saját magunknak lőttük be a sérót és a többi, de most az ilyen jó érzés, hogy ennyire fel vagyunk, felkapottan csináljuk a dolgokat, és nekünk csinálják a hajunkat, és több mezben is csinálunk ezeket, vagy képeket. A keret tagjait Hajas László mesterfodrász vette kezelésbe, aki azt is elárulta, mi most az igazán divatos futballsérú. Ugyanúgy vannak példaképek, mindenkinek vannak példaképei, és hát a magyar focistáknak is a világsztárok ugye a példaképeik, és hát a legnagyobb világsztárok egyike ugye C. Ronaldo, aki nem most, hanem 12 évvel ezelőtt már lehet azt mondani, hogy frizura trendet teremtett. A július 19-én kezdődő EB-re Mészöly Géza a csapat trénere olyan válogatottat ígér, amelyik eséllyel pályázik a dobogóra, és a közönséget is kiszolgálja. Nagyon támadó futball fogunk játszani, az utolsó pillanatig fogunk azért küzdeni, hogy gólokat is megnyerjük a mérkőzést, úgyhogy mindenképpen egy olyan csapatjátékkal szeretnénk előrukkolni a jó egyéni teljesítmények mellett, ami egy picit a közönséget is lázba hozza, kiszolgálja, és érdemes lesz az U19-es válogatottat figyelni végig az Európa-bajnokság alatt. Tamás Krisztiántól, az AC Milan játékosától azt kérdeztük, hogy ő mivel lenne elégedett. Egyértelműen az, hogy megnyerjük az EB-t, mert tényleg úgy gondolom, hogy az első háromban abszolút benne vagyunk. Tehát a németek és a portugálok is fel tudjuk szerintem venni a küzdelmet, mert már volt szerencsénk játszani velük, és meg is tudtuk nyerni mind a két meccset, szóval úgy gondolom, hogy ott van a helyünk az első helyen. Az U19-es Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó válogatott Ausztriával, Portugáliával és Izraellel van egy csoportban. A csoportok első két helyezettje jut az elődöntőbe, amelynek meccseit Budapesten és Felcsúton rendezik meg.